Pályaválasztás előtt állók most jól figyeljenek, hiszen egy formabontó rendezvényt ismerhettek meg, ami nem más, mint a Connect Live, ahol több mint 40 szakmát képviselő emberrel lehet személyesen beszélgetni, mindezt tehetik majd január 26-án az érdeklődők, erről fogunk most beszélgetni Morva Jova Andreával, projektvezetővel, Szazman Tímeával, aki a szervezetfejlesztő szakmát képviselte tavaly és idén is teszi majd, és Jackó Eszterrel, aki pedig diákként vett részt a tavalyi rendezvényen. Hát sziasztok lányok, köszönöm, hogy eljöttetek. Szia! Eljúrusban, szia! Ezzelre dübörög ugye most az edukáció kiállítás, ahol az oda látogatók az egyetemeket ismerhetik meg. A Connect Live merre tereli a diákok, illetve az odaérkezőknek az útját? Igen, ez egy szakmabörze, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az edukáción kívül valami többet mutat a diákok számára. Itt több mint 50 szakmabelivel tudnak majd a diákok beszélgetni, és például, hogyha van egy diák, aki a szociális szakmák iránt érdeklődik, akkor orvossal, gyógypedagógussal, vagy akár pszichológussal is tud egy időben, vagy egy asztalnál beszélgetni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy rengeteg terem van, rengeteg asztal, szék, és én, aki oda megyek érdeklődőként, bárhova le tudok ülni, és nyitott fülekre találok tulajdonképpen, ugye? Igen, pontosan. Két emeleten lesznek majd az asztaltársaságok, különböző szakmacsoportok vannak, és akkor a diák egy útlevélben tudja majd megnézni, hogy mik azok a szakmák, amik érdeklik őket, vagy őt, és oda tud majd leülni. Timi, te ugye a tavalyi évben szervezetfejlesztő szakmát képviseltél. Gondolom idén nem váltottál szakmát, tehát az idei szakmád is ez lesz, amivel majd meg tudok téged keresni az érdeklődők. Mi volt a tapasztalat? Mi volt a leggyakoribb kérdés, amit feltettek neked? A leggyakrabban azzal a kérdéssel jöttek, hogy mit csinál egyáltalán egy szervezetfejlesztő. Na jó, akkor nem is ez volt az első kérdés, figyelek. És emellett az, hogy mivel telnek igazából a mindennapjaim, hogy néz ki egy átlagos nap, mik a projektek, milyen ügyfelekkel dolgozunk együtt, mik azok a témák, amikkel így akár tréningek vagy workshopok keretében foglalkozunk. A másik, a leggyakoribb kérdés pedig az volt, hogy hol érdemes ezt tanulni, vagy mit kell ehhez tanulni, hogy valaki szervezetfejlesztő lehessen. Minden kérdést ki tudtál elégíteni szerinted, vagy volt olyan, amikor azt láttad, hogy valaki úgy távozott mondjuk, hogy vagy tényleg olyan kérdések záporoztak, amikre te csak így wow. A kérdésekre szerintem tudtam válaszolni, inkább az volt a különbség, hogy ki az, akit érdekelt mondjuk ez, mondjuk három kérdés után, vagy mondjuk volt olyan, aki mondjuk kettő kérdés után felállt és átment egy másik szakmához, mert inkább az volt az, ami lekötötte a figyelmét, de voltak olyanok is, akik mondjuk egy órát ott ültek velem, és mindenféle kérdésekről tudtunk közben beszélgetni. De már szerintem az is segítség, hogyha két kérdés után, mert akkor megspóroltál neki mondjuk egy rossz választást, mondjuk egy egyetemet, vagy egy bármilyen továbbképzést. Eszter, te nagyon fiatal vagy, hiszen még gimnazista vagy. Igen. Viszont már a tavalyin részt vettél, ugye a tavalyi Connect Live-on, mint diák. Miben tudott neked ez segíteni? És hát a másik meg az, hogy meglepődtem amúgy, hogy gimnazista vagy, mert azt hittem, hogy minimum egyetemre jársz, de hogy akkor te ennyire tudatosan készülsz már a jövődre, hogy milyen irányba szeretnél majd tanulni, ugye? Hát igazából még most sem tudom, hogy merre fele, de hogy így a tavalyi Connect Live is, és ugye én most is a Connect Mentor programban szereplek, és ők is úgymond már segítettek ezt ugye, irányt mutatni, és hát nálam most így a pedagógiai szak, és tavaly pont be is ültem egy tanárnőhöz is, aki ugyanúgy mesélt, és tavaly is nagyon jó volt, mert például tökre személyes kérdéseket is fel tudtam tenni, mint például, hogy mikor reggelizik, vagy nem tudom, hogy a diákok meg szokták-e dicsérni, hogy milyen szép, és amiket tényleg... Amiket mondjuk nem egy prospektusban tudsz olvasni, hiszen mondjuk ezek nem szerepelnek. Pontosan, szóval tényleg így nagyon felszabadultan lehetett beszélgetni, szóval én nagyon-nagyon szerettem, én most is ott leszek. Miért különleges ez a rendezvény? Miben tudtok egy picit többet nyújtani ezeken felül a diákoknak? Szerintem főként abban, hogy ugye, ahogy említettem, egész nap 40-50 szakma képviselteti magát, és tényleg bárkihez oda lehet menni beszélgetni. Ami nekem nagyon tetszik, hogy gyakorlatias, ahogy Eszter is mondta, meg lehet kérdezni azt is, hogy tényleg hogy telik egy napja, vagy ő hogy jutott el ide a karrierjében, és nem arról van szó, hogy egy előadás keretében mondjuk 20 percben mondja el, hogy akkor mi az ő szakmája. Idén ugye január 26-án lehet ezen részt venni. Fontos kihangsúlyozni, hogy ez a rendszer
rendezvény ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött, tehát akinek felkeltettük az érdeklődést, az mindenféleképpen még időben kapcsoljon, regisztráljon, és aztán január 26-án Connect Live. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és további sok sikert kívánunk.